Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. Több mint 4000 embert irányít, a ranglétrát végigjárva, ma már az ország egyik legnagyobb vállalatát irányítja. Ismerjék meg a mai műsorunkban Szincsák Attilát, a Denso Gyártó Magyarország Kft. Alelnökét. Szeretettel köszöntelek a műsorunkban. Köszönöm szépen a lehetőséget. A nézőink kedvéért elmondom itt a műsor elején, hogy mi már azért számos alkalommal találkoztunk olyan műsorban is, ami kicsit informálisabb volt, ezért maradunk a tegeződésnél, és hát te is fiatal ember vagy még, egy nagy vállalatot vezetsz, ahogy mondtam, és ugye nálatok is ez a tegeződés, ez megvan, ugye? Fiatalos csapatban dolgoztok. Igen, ez egy ilyen íratlan szabályunk, hogy általában tegeződünk mindenkivel, igen. Ugye az amerikai cégeknél is azért egy ilyen kicsit közvetlenebb kapcsolat van, úgy gondolom, vagy hát amit mondjuk én így a külső szemlélőként látok. A japán cégeknél ez hogy van? Milyen az élet ott? Inkább azt mondom, ilyen családias. Tehát nálunk is nagyon szabad, de így a japán kultúrának ezt a részét azért sikerült áthozni ide a Magyarországra. Úgyhogy inkább azt mondom, egy ilyen nagy család, hogy többször is használom ezt a fogalmat, tényleg így nagyon odafigyelünk egymásra, nagyon ez a tiszteleten alapuló kommunikációnk része, mindez tegeződve természetesen, de tényleg mint egy család úgy funkcionálunk annak az előnyei és hátrányaival együtt. Aha, ezt akartam kérdezni, hogy ez miben nyilvánul meg? Hát, hogy nagyon odafigyelünk egymásra, nagyon érzékenyek vagyunk a különböző problémákra, és szerintem ami nagyon jó történet ebbe a családcentrikus vállalat irányításba, bár a méretünkből nem erre utalnak, hogy amikor nehézségeink vannak, amikor összefogásra van szükség, ott tényleg összezárunk úgy egy csapatként, egy családként, mint ahogy ez vérszerinti családoknál is működik, úgyhogy talán ezt emelném ki egy kicsivel így másabb. Most az elmúlt időszakban muszáj lesz beszélnünk egy kicsit a jelenlegi helyzetről. Mennyire tudtatok összefogni, mint egy nagy család? Ugye most a nézőink kedvére elmondom, hogy mai napon február 17-ét írunk, köszönöm. 17-ét írunk, amire az adásba kerül a műsor, addigra már lehet, és bízunk benne, hogy változnak az egyes számok akár itt a helyzetben, a vírus helyzetben. Ugye márciustól kezdve azért folyamatosan adtunk hírt rólatok, ugye volt egy kisebb leállás, de az sem tartott sokáig. Azóta hogy sikerült kezelni ezt a helyzetet? Én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a vállalat, illetve az egységünk itt Székesfehérváron. A tavalyi év egy nagyon-nagyon nehéz év volt így, mind az autóipar részére, mind magánéletben is ezt a vírus helyzetet megélni. Illetve a gyár történetében is 24 éve vagyunk itt, de ilyen heptikus évünk nem volt, mint a tavalyi. Főleg azért, mert évelején megérkeztünk még a Covid előtt egy teljesen normális ügymenetben, egy elég magas leterheltség mellett, majd két hónap alatt szinte nullára kellett lefékeznünk, és én azt mondom, hogy az indulásunk óta nem volt, nem fordult velünk elő. Vannak tervezett leállásaink, de az április-májusi megtorpanásunk, megállásunk az nem volt tervezve. Az egy vészhelyzeti intézkedés volt, melyből utána hat hónap alatt visszapattantunk, visszaugrottunk szinte arra szintre, ahova megérkeztünk. Úgyhogy ez egy őrült módi, egy hullámvasútként írnám le. Hát és néha kiabáltunk együtt, néha nevettünk együtt, nem egy egyszerű időszak volt, most már így talán az idő távlatába visszatekintve izgalmasnak tűnik, de egy nehéz volt. És talán itt mondanám, hogy hiába voltunk több mint 4000-en, mégis egy csapatként tudtunk funkcionálni. Elég gyorsan megalapítottunk kommunikációs csatornákat, tehát amikor a kollégáink nagy része otthon volt, és mi a menedzsmentben voltunk minden nap, próbáltuk menteni a menthetőt és helyreállítani és újraindítani a gyárunkat. Folyamatosan tartjuk a kommunikációt, és szerintem az abból való visszajövetel, abból való visszaugrás, beleértve a kapott állami támogatást, a csökkentett munkaidővel hozzájárultak a kollégák a vállalat stabilitásához, és a vállalat kiegészítette a bérkompenzációt. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg kitűnőre vizsgáztunk ebből a csapat szellemből, és most hála Isten azt mondanám, hogy úgy látom, stabilizáltuk az állapotot, sőt, kicsivel talán túl is mutat a jelenlegi állapotunk a tavalyi év közepi előrejelzésekhez képest, tehát azt mondom, hogy most egy stagnáló, de egy stabil lábakra érkeztünk meg. A helyzetet kell kezelni,
hát a vírus még velünk van. Hála Isten, sikerült megvédeni a kollégákat a belső vállalaton belüli vírus terjedéstől. Erre utaló jeleket mai napig nem találtunk. Egy szigorú protokollt követünk, tehát, és szerencsére a kollégák maradéktalanul betartják, úgyhogy talán ennek is köszönhetően, hogy a Covid mellett, a Covid-dal közösen, de tesszük a dolgunkat, hogy menjünk tovább, hogy az élet ne álljon meg. A dolgozók védelmében egyébként milyen intézkedéseket kellett úgy konkrétan bevezetni? Hát nyáron számoltunk be arról, hogy mi még a második hullám megjelenése előtt már láttuk erre utaló jeleket, úgyhogy az alapvető távolság, a maszk használatot mi jóval a társadalmi vezetés előtt újra megköveteltük. Újra előkerültek a paravánok az üzemétkezdénkben, az irodákban, sőt az irodákban leseszedtük, illetve a buszoknál, a közösségi busz üzemeltetésnél hoztunk olyan szabályozásokat, hogy ahol nagyon zsúfoltak voltak esetleg a buszok, ott megsűrítettük a járatokat, hogy kicsit szellősebben tudjanak a kollégák menni, illetve a gyárat alakítottuk át úgy, hogy ilyen Covid vagy fertőzés mentes, vagy annak csökkentés irányában történjek, illetve alakítottuk ki az állomásokat, hogy egészség megőrzés érdekében tudjanak dolgozni is a kollégák, illetve egy-két ilyen tisztítási protokollt is lemodelleztünk. Különböző alvállalkozókat kértünk meg, hogy hogyan tudunk irodát fertőtleni, éttermet, stb., hogy felkészültünk arra, ha ne adj Isten, mégis valami fajta gócpont alakulna ki, amit még egyszer hangsúlyozom, hála Isten sikerült elkerülni, és úgy gondolom, hogy ha tartjuk, nem is fog ez bekövetkezni, de mégis felkészültünk egy ilyen fajta lehetőségre is. A mai műsorban azért is hívtalak, hogy egy picit jobban megismerjünk, nem csak mint vezetőt, hanem egy picit mint embert is. Azt lehetette már gyermekkorodban sejteni, hogy illetve voltak-e ilyen jelek, hogy neked esetleg ilyen nagy karriered lesz. Ugye azt elmondtam a műsor elején, hogy egy nagy ranglétrát jártál be, azt majd ki fogjuk vesezni. Köszönöm. Gyermekként milyen voltál? Húha, hát lehet, hogy ebben a legkompetensebb a szüleimet kellene megkérdezni. Én amennyire emlékszem, így az első képem az, hogy édesanyám nem egy magas növésű hölgy, és emlékszek, hogy a lábai között néztem valakire föl. Tehát nem, már nem emlékszem kire, de így megvan ez a kép bennem maradt, hogy fiatalnak nagyon-nagyon szégyellős és inkább elbújós gyermek voltam. Talán az is onnan eredhetett, hogy van egy 7 éve idősebb bátyám is, és a húsvéti locsoláskor mindig én voltam előre tolva, hogy én mondjam a locsoló verset, és ez úgy mély nyomot hagyott bennem, úgyhogy akkor szerintem nem sokan gondolták, hogy ilyen irányba megyek, de valahogy az élet úgy hozta, hogy így kialakult bennem. Balatoni gyerekként ezt többször is hangsúlyoztam, hogy Balaton Szászoros származok, alkalmam volt nagyon sok emberrel találkozni nyáron. Ez egy fura helyzet volt abból a szempontból, hogy rengeteg új emberrel tudtunk megismerkedni, és nem csak magyarokkal, hanem ahogy így a turizmus alakult át ott a 80-as, 90-es években, a lengyelek, a csehek, aztán a németek, utána a hollandok, stb. Németek ismét visszajöttek, utána angolok is megjöttek, tehát hogy egyrészt, hogy maga az idegen nyelvet is sikerült gyakorolni, illetve rengeteg emberrel megismerkedtünk, és rengeteg személyiséggel, nagyon sok barátság alakult így ki, és talán ez is befolyásolhatta az én vezetői képességemet, mert úgy gondolom, hogy elég jól felismerem az emberekbe a lakozó képességeket, és megvan talán az a jó rálátásom, hogy ki hol tudja a legjobb teljesítményét leadni. Így most is a vállalaton belül is én vagyok a felelős ezért a pozíciók meghatározásáért, a szintek meghatározásáért nagyon-nagyon előtérre helyezem a rotációt, és ez nem az emberek ellen, hanem azért, hogy az emberek kipróbálhassák magukat más területen, és addig csináljuk, amíg meg nem találjuk a legjobb helyüket. Persze vannak néha hibák, amik becsúsznak, de én azt mondom, hogy a nagy többségét ez így sikerül. Úgyhogy én ezt egy kicsit ide vezettem vissza, hogy talán valahonnan onnan indulhatott. De ehhez milyen tanulmányokat kellett végezni? Az általános iskolát azt egy nagyon erős általános iskolát végeztem, az Balatonszászon József Attila általános iskolába. Onnan azért elég határozott emlékeim vannak.
nagyon jó, szigorú tanárok voltak, de én most látom, hogy igazából szerintem egy alapképesség az általános iskolában nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha az alapok nincsenek jól lerakva, már pedig ott aztán belénk rakták rendesen, hogyha nincs jó alap, arra nagyon nehéz építeni. És mivel egy elég erős általános iskolai képzést kaptam, utána a tanulmányomat Kaposváron folytattam középiskolába, a Ripőrónai Józsefben. Az egy szakközépiskola volt, ilyen a Világbank finanszírozásában. Ez volt az első évfolyam, amikor így a Világbank megfinanszírozott egy olyan osztályt, ami nem kimondottan technikus, specifikus volt, hanem egy picit így belekóstoltunk ebbe is, abba is, és így egy kicsit így kibontották nekünk a lehetőségeket, és ott alakult úgy, hogy végül is a középiskola elvégzése után Győrbe kerültem a Széchenyi István főiskolára, most már egyetem azóta, a közlekedésmérnök karára, tehát ez a közlekedés, autóipar, légi közlekedés, ez mindig is közel állt, mint férfi, ezeket mindig is szerettem, és akkor ott végeztem végül is a főiskolán 2000-ben. És akkor a légi közlekedésben is kezdted, ha jól tudom. Igen, volt egy évem a reptéren, hát fiatalként ugye már nagy ambíciókkal indultam, hogy meghódítom a világot, és kipróbáltam egy évet valóban a légi közlekedésben, egy évet töltöttem a Ferihegyen a kargó termináron. Egy nagyon hasznos és nagyon érdekes év volt ott a repülők között, kicsit így a világ kinyílt, hogy is működik ez, mik vannak a kulisszák mögött, és ez úgy nagy inspirációt adott, de azért visszahúzott a szívem ide Fehérvárra és az autóiparba, és Denzónál találtam meg végül is a helyemet. Idestóva pont idén ünneplem a 20. évemet, úgyhogy relatíve régi motorosnak számítok így a cégnél. Ez ugye akkor 2001-ben volt, ott beszéljünk egy picit erről a ranglétráról, beszerzőként kezdett, igen, ha jól, igen, tudom. Igen. És aztán utána volt egy időszak, amit nem is töltöttél itthon, és egyébként a sok-sok év alatt hát a világ számos pontjára eljutottál, és komoly eredményeket értél el. Igen, igen. Amikor elkezdtem, tényleg az első szint, az első belépő szinten kerültem a Denzóhoz 2001-ben, és szerintem jó időbe is kerültem, egy dinamikusan fejlődő cég volt, akkor évről évre szereztük az újabb üzleteket, tehát azért így nem csak a cég, hanem az organizáció is nőtt, tehát így ebből a szempontból azért szerintem fontos egy karrierben, hogy mikor tud az ember megérkezni egy ilyen helyre, illetve jó választásnak tűnik így utólag is, mert egymásra találtunk, tehát ami a Denzóból itt Magyarországon hiányzott, az talán bennem van, ami pedig belőlem hiányzott, akkor azt megkaptam a Denzótól, és szerintem ez az együttműködés, ez a harmónia az, ami adta a sikeremnek az alapját. Sokszor kapok ilyen megjegyzést, hogy a japánok úgy érzik, hogy nagyon japán vagyok, a magyarok ugye nagyon magyar. Én azt mondom, hogy egy kicsit mindkettő. Tehát végig a karrierem során egyet tartottam balanszban, hogy mindkét félnek az érdekeitnek érvényesülnie kell. Tehát nem lehet csak azt mondani, hogy ez egy csak kimondottan japán cég, és itt be kell hozni a japán szigorú szabályozást, mert ami ott működik, az nálunk nem működik. Viszont ami nálunk működik, lehet, hogy Japánban nem működik, ott el kell magyarázni, hogy ez miért nem működik odakint, és ennek a balanszának a megtalálása nagyon fontos. És ahogy haladtam előre a karrieremre, az elején önmagamért voltam csak felelős, meg projektekért. Itt azért nagyon sok mindent köszönhetek a Denzónak, tehát egy ilyen multinacionális cég azért kinyitja az emberek előtt a világot. Tehát két kontinens leszámít, az egész világot tényleg beutaztam. Nagyon sok energiát kivesz az emberből, meg csukott szemmel le tudom rajzolni szinte az összes nagy reptérnek a térképét, meg a váróit, de ez azért kinyitja a világot. Nagyon sok emberrel találkozunk, nagyon sok mindent látunk, és amikor ide hazatérünk és számot vetünk, hogy mit láttunk, abból azért megfogalmazódnak az emberekbe gondolatok, hogy na még akkor hova lehet fejlődni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember elégedetlen, amilyen van, vagy amit lát, vagy amiben él, de lehet látni azt, hogy mik azok a jó pontok. Én mindig ezt szoktam a fiatal kollégáimnak is javasolni, hogy legyen ez szó egy előadás, legyen ez szó egy üzleti út, egy beszélgetés, hogy nem mindig azt kell észrevenni, hogy mi a rossz a másikban, hanem csak azt a jót, egy-két jót vegyünk át, és azt hozzuk haza, és akkor már egy kicsivel többek vagyunk. És ahogy a karrierem engedte, egyre több funkció került hozzám, egyre több emberrel,
Az elején azért nekem is voltak kihívások, tehát azért ezt nem mondanám, hogy így zsigerből jött minden. Kaptam én is az élettől pofonokat, ezeket az embereknek szerintem meg kell járnia. Viszont fontos az, hogy az alkalmazottak tiszteljék az embert, fontos az, hogy a vezető tisztelje az alkalmazottait, és itt nem ilyen egyéni rambóharcokra van szükség, hanem az együttműködésre. Tehát pont annyit adjunk vissza, mint amennyit elvárunk, és talán ez lehet az egyik oka, hogy valóban elég rövid idő alatt elég magas szintre jutottam. Ebben volt egy kis kitérő, ahogy említetted is, 2010 és 2011-ben Japánban töltöttem szolgálatot. Az egy nagyon érdekes év volt, az a Lehman Shock válság utáni időszak volt, ahol a vállalatunk azért egy kicsit megingott, és az volt a feladatom, hogy levonva a tanulságokat, milyen üzleti modellt, milyen portfóliót kell összeállítani ahhoz, hogy még egyszer ez ne forduljon elő. Hát akkor persze a Covid még nem volt fenn a térképen, de az egy izgalmas időszak, és egy fontos mérföldkő volt mind a karrieremnek. Akkor tanultam meg japánul is, nagyon sok japán döntéshozóval közelebb tudtam kerülni. Láttam magunkat odakintről, átéreztem azt, hogy milyen furának tűnünk mi odakintről, mint ahogy most azt látom, hogy ők megint furák, pedig ott, amikor kint voltam, akkor egyértelmű volt minden számomra, és nagy mértékben hozzájárult szerintem a személyiségem fejlődéséhez is az ott töltött idő. És akkor visszatérve, kicsit ezt az üzletszerzés pénzügyi vonalat kezdtem átvenni, majd egyszer csak így szembe jött velem a személyzeti kérdések, az organizációváltás, és végig is így megérkeztem ebbe az alelnöki szintre. Emellett van egy ilyen nemzetközi besorolás is nálunk, tehát megérkeztem abba a felső 150 szintre, ahol tényleg már csak 150-en megyünk, és hát néha így édesanyám szokott érdeklődni, hogy mi minden rendben van-e velem. Hát mondom, hogy igen, csak néha olyan döntéseket kell hozni, amit annak idején a Balatonszárszon a pöttyös gumilabdámat rugdosva nem biztos, hogy eszembe jutott, de hát ilyen az élet, hát próbálok felnőni a feladathoz. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azért ahhoz képest tényleg nagy utat jártál be, és hogy ugye nagyon sokat utaztál, nagyon sokat nem voltál itt az országban, meg hát a saját vállalatnál sem, meg hát ugye közben azért lett családgyermek, hogy azért így a háttérben hogyan tudsz, illetve hogyan tudsz mindent úgy kivitelezni, hogy aztán amit mi látunk, az egy sikeres dolog. Hát megtapintottad az Achilles-hinamat, tehát... szerintem mindenkinek vannak ilyen foltjai. Valóban, tehát ami a Denso falain belül megy és működik, az nem biztos, hogy a falaikon kívül is működik. Tehát talán ez az árnyoldala ennek a karriernek, hogy nagyon sok energiát kivesz belőled, és nagyon sok időt elvesz. Tehát ez az idő, amikor nem vagy itt, akkor külföldön vagy, amikor estig bent vagy, ezek a családod rovására mennek. És ennek a balanszát nagyon-nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Általában a hétvégé az, amit próbálok tabuként kezelni, tehát nagyon-nagyon ritkán engedem be a hétvégébe az üzleti életemet. Nem mindig sikerül sajnos, de azért ez egy ilyen tabu, de igen, a hét napból kettő az, ami marad a családra. Nem ártana az egészségre, a sportra is odafigyelni, tehát azért egy nagy kihívás. Meg talán egy kicsit ilyen, most nem akarok ilyen siránkozás irányba elmenni, de ami így érdekes még, hogy ahogy a vezető, tehát ahogy az ember halad elő a ranglétrán, ezt nemrég fogalmaztam meg így magamnak, hogy egyre magányosabb. Tehát, hogy egyre többször érzed magad egyedül. Tehát, hogy így nem tudod kivel... Mert, hogy mindenki főnökként tekint rád, és igen, és mindenki tőled, és hogy mindenki tőled várja a megoldást mindenre. És persze ez normális is, hiszen valakinek meg kell mondani, hogy mi a megoldás, csak sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk mi se. Tehát mondunk valamit, de nem vagyunk 100%-ig biztosak benne, próbáljuk erőltetni irányvonalakat, stratégiákat, vannak néha hibáink, tehát ezt vállalom, hogy azért nem mindig úgy sikerül, de ez az ív azért kicsit fura, hogy a kezdeti kis viccelődés, jó hangulatú csapatból, amikor először így kilépsz és te leszel a vezető, úgy átalakulnak ezek a kapcsolatok, és azt szoktam mondani az ifjú feltörekvő vezetőimnek, amikor tartom bennük a lelket, hogy ne adják föl, hogy akkor vagy jó vezető,
vagy megérkeztél jó vezetői szintre, amikor már egyre kevesebb céges buliba hívnak meg? Ezt most nem kell félreérteni, de valahol itt kezdődik, amikor a vezető már egy más oldalt is képviselni köteles, és ez így minél magasabban vagy annál kevesebb, és így átrakódnak ezek a súlypontok, tehát ezt úgy így balatoni izgomozgó kisrácként áttélve egy kicsit úgy nehéz így feldolgozni, vagy nehéz volt, most már így belerázottam, de igen, tehát vannak azért árnyoldalai ennek a résznek, ezt nem akarom most senkinek itt a feltörekvő generációnak a kedvét elvenni, lehet, hogy én is hibáztam sok mindent, kívánom másoknak, hogy ne kövessék ugyanazok a hibákat, de nehéz a balanszot megtalálni, de törekszek rá, ígérem, hogy azon vagyok. Na, de sok sikert is elértél. Köszönöm. Azért, elértetek közösen úgymond a nagy családotokkal, hiszen hát azért itt folyamatosan fejlődik a vállalat, ugye logisztikai központot adtatok át, kommunikációs központ, és a többi sorolhatnám, most is talán az elmúlt hónapban számoltunk be arról, hogy újabb 3,5 milliárdot kaptok a magyar államtól, amit ugye majd elmondott el, ne én mondjam el, hogy mire fordítotok, tehát nagyon sok minden az, ami ugye az elmúlt 20 évben történt, és azt se felejtsük el, hogy kaptál egy Székesfehérvár gazdaságáért díjat is 2018-ban, tehát azt gondolom, hogy ez mind szép és jó dolog. Hogyan látod az elmúlt 20 évet, hogy mekkorát fejlődött, mekkorát változott így a ti világotok? Nagyon átalakult, tehát nagyon-nagyon nagy fejlődésen vagyunk keresztül, mentünk keresztül, és én úgy gondolom, hogy jó irányba is haladunk. Talán úgy azt mondanám, hogy ez a 2010-es év volt egy ilyen választó év. 2010-ig egy feldolgozó üzemként tekintettek ránk, ami a helyi igényeket, tehát úgy mondom, hogy Európának ezt a központi részének, az igényének a kiszolgálása volt a cél. Majd 2010-ben ott Japánban sikerült azt elérnem, hogy most egy kicsit így furán hangzik, de felrajzoltam a térképünkre a fehérvári gyáregységünket. Ez azért volt nagyon fontos, mert sikerült elmozdítanom a céget ebből a helyi, tehát ebből a közép-európai besorolásból, és sikerült felrajzolni magunkat a Denso globális térképére, és azokat az üzleteket, amiket onnan sikerült ide áthoznom, annak köszönhetően most per pillanat 75 vevőt szolgálunk ki 110 különböző lokációban a világban. Ezért szükségesek ezek a fejlesztések, a logisztikai központ, a képzési központ, stb. És ezért vagyunk 4000, több mint 4000, 4300 vagyunk pár plusz-minusz per pillanat, mert ez egy őrült nagy változás volt, hogy globálisan fel tudtunk lépni. Ez egyfajta prevenció volt arra, hogyha ne adj Isten, megint van egy lokális válság, akár a Covid-ot is kiemelhetném, hogy a Covid is így végsöpört a világba, de minden országot máshogy érintett. Volt egy időszak, amikor mi is megálltunk racionális és igazából az emberek egészsége védelme érdekében, de nagyon gyorsan újraugrottunk, mert azért nem úgy reagálta le az egész világ, tehát nem egy egységes világméretű megállás történt, csak egyes régiók, egyes országok megálltak egy pillanatra, és ez is ennek is köszönhető, ennek a stratégiának, hogy relatíve gyorsan vissza tudtunk állni, és hát mai nap is nagyon elfoglaltak vagyunk, hogy teljesítjük a vevőink igényét. És azzal, hogy felírtuk magunkat a térképre, még egy privilégiumot sikerült kidolgoznunk az elmúlt 10 évben, hogy a vevők elkezdtek irántunk ragaszkodni. Európa mindig is vonzó volt különböző kontinensek irányából, viszont sikerült itt Fehérváron megvalósítani azt a fajta vevői megelégedettséget, ami egy kicsit ez a japán alázatot próbáljuk itt európaisítani. Tehát a legtöbbször azt fogalmazzák meg nekünk a vevők, hogy lehet, hogy drágák vagyunk, de ezt a fajta tökéletes kiszolgálást még nem látták sehol. Ha valaki ellátogat hozzánk a gyárba, nagyon sok ember van ott, de mégis úgy bánunk az alkatrészekkel, mintha az egy érték lenne. Benne is van a szlogenünk, ez a crafting the core, tehát hogy tényleg kézművesként állunk hozzá. És azért ez, bár autóipar vagyunk, tömegtermelés, de azért ez a fajta manufakturális megközelítésünk a szellemeinkben bent van, és ezt érzik a vevőnk, a kiszolgálat. Ha hibázunk,
mert emberek vagyunk, és a kollégák is néha hibáznak, egyre kevesebbet, hál' Isten, de azért hibázunk, akkor is mi nem hallgatunk, hanem megyünk utána, kicseréljük, kiszolgáljuk, mi szólunk, hogy hibáztunk, és a leggyorsabban kicseréljük minden olyan elkövetett rossz minőségű termékünket, és maga a vevőnek a végterméke soha nem károsul, és ez egy nagyon fontos része. És ez azért fontos egy ilyen globális piacon, egy globális játékban ez a szerep, mert most azért átalakulóban van az autóipar. És ilyenkor egy külföldi befektető azért előszeretette nyúl azokhoz a stabil bástyáihoz, ahol ez a fajta alapkiszolgálás, az alapfajta képesség már elérhető, és csak portfóliót kell tisztítani, és per pillanat ezeken dolgozok most, hogy hogyan tudjuk ezt a pozíciónkat a legjobban kihasználni ebbe a kihívott jelenlegi autóipari nem egy könnyű állapotban. Igen, meg hát most jósolni is nagyon nehéz, hogy mi fog történni, de azért itt a műsorunk végén még egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen terveid vannak, ha tudsz most tervezni így a jövőre nézve. Mindenképpen a fehérvári bázis kell megerősíteni. Tehát én most az én személyes terveimet az anyavállalattal egyeztetve ezt kértem tőlük, hogy addig még mindenképpen hadd maradjak itt, amíg ezt az autóipari változást, ezt a fajta transformáción nem esik át a vállalat, mert Fehérváron a Denso egy nagyon jelentős része szerintem az egész Fehérvár egységének. Nem csak a befizetett adóból, hanem az a 4300 fő, az a 4300 család, az általunk üzemeltetett alvállalkozók, az ő családjaik, tehát higgyék el, vagy hidd el, hogy tényleg nagyon-nagyon szerves része vagyunk az egésznek, és ha ez nem áll stabil lábokon, akkor a város sem fog tudni. Nagyon jó a struktúrája Fehérvárnak, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiváltságos állapot, míg egy-egy nagy város egy céghez van kötődve, itt Fehérváron ez több lábon állás stratégia megvan, ebből mi talán az egyik legnagyobbak vagyunk, úgyhogy ezért én azt erkölcsi felelősséget érzek azért, hogy addig, amíg ezen a változáson nem viszem át a vállalatunkat, nem szeretnék helyből távozni. Az igény megvan, tehát folyamatosan kopogtatnak értem az anyavállalattól, mert vannak globális megoldandó feladatok. Magyar vagyok, székesfehérvárinak mondom most már magam. Először itt rendezzük el a dolgokat, és akkor utána mehetünk tovább. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél magadról és a vállalatotokról. Én kívánom, hogy hát ha lehet ilyet kívánni, hogy maradj magyar, és tegyél rendet máshol is, hogyha lehet a jövőben, és szeretettel várunk vissza máskor is egy-egy beszélgetésre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a fehérvári beszélgetéseket látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!